Magyar Sárkányhajó Szövetség minden szezon évadnyitó versenyét, a Maraton Magyar Kupát abban a városban tartja, ahol épp új klub alakult. Éppen ezért 2011-ben bajára esett a szövetség választása, ahol a Sugovicán az A és B kategóriás csapatoknak kettő, míg a szabadidősöknek egy elnyújtott szigetkört kellett teljesítenie. A szövetség elnöke elégedett volt a látottakkal, szerinte Baja ideális helyszíne volt a Maraton Magyar Kupának. Ragyogó ez itt, olyan szép környezet, maga a víz is nagyon megfelel, pláne egy ilyen hosszú távú versenynek. Rövid távon már nem lenne olyan jó, mert hát nem elég széles, de hosszú távra nagyon jó. A verseny főszervezője a Sugovica Sárkányhajó Klub, azaz az Ódor Tibor alias Indián vezette csapat volt, amely a rendezés mellett a B kategóriás egységek futamában szállt vízre. Nem megmondom őszintén, hogy egy kicsit lámpalázas voltam a nap elején, mert ugye mi idáig nem rendeztünk semmiféle versenyt, és főleg nem ilyen nagy volumenűt, de most már megnyugodtam, és nagyon-nagyon jól mentek a nap folyamán a futamok, és hát úgy néz ki, hogy talán sikerül megcsípnünk a kategóriánkba egy helyezést is, de hát ez majd az eredményhirdetésen kiderül. Nos, a B-ligában a hét hajó közül a Sugó Sárkányhajó Klub csapata a Rába és a Dragon Aqua mögött harmadikként futott célba, míg az A-ligában a Dragon Masters nyert a Váci Dunai Sárkányok és a DVSC előtt. A szabadidős kategória egykörös versenyében a John Rambo Fantázia névre hallgató egység győzött, második a Rezét 2011, harmadikak a Paksi Sárkányok lettek.